Üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon, Méreg Attila vagyok. Amióta a járvány kitört, az online tér lehetőségeit kihasználva interjúkat készítek Ausztriában élő magyarokkal, akik különlegesek, érdekesek, fontosak, és adnak tájékoztatást, motivációt nekünk. A bécsi magyar nagykövet dr. Nagy Andor is fontosnak tartotta a munkámat, és kaptam tőle időt interjúra. Az intro után jövünk. Szép jó napot kívánok, nagykövet úr! Köszönöm szépen, időt szakított erre az interjúra. Én is jó napot kívánok, Attila, és üdvözlöm a nézőket is. Ha jól tudom, a nagykövetség a vírusválság óta folyamatosan segítette a bajba jutott magyarokat. A konzuli szolgálat és a nagykövetség munkatársai miben tudnak segíteni ebben a nehéz helyzetben? Ugye elsősorban mi információkkal tudunk segíteni, hiszen közvetlenül nincsen lehetőségünk beavatkozni dolgokba. Van egy olyan telefonszámunk, amely ráadásul 0-tól 24 óráig működik. Egyébként pedig munkaidőben is számos telefonon fogadják a kollégáim a hívásokat. Ha valaki a magyar bécsi nagykövetséget beüti a Google-ba, rámegy a Facebook oldalunkra, akkor ott egyébként ezt nagyon jól meg fogja találni. Úgy főszabályként tanácsolnám is mindenkinek, akinek kérdése van, utazni akar, hogy nézze meg mindig előtte ezt a Facebook oldalt, vagy a honlapot, mert igyekszünk naponta, sőt van, amikor óránként frissíteni a legfontosabb információkat. Biztosan rengeteg munkájuk van, sok embernek tudtak már segíteni. Mire a legbüszkébb az elmúlt időszakban a nagykövet úr? Az előbb nem mondtam el, de azért fontos tudni, hogy amikor ez a vírusválság kitört, akkor azért nagyon sokan megijedtek, hogy úristen, hogy fognak hazajutni Magyarországra, hiszen lehetett látni, hogy nem csak Ausztria, hanem a környező országok és egy idő után Magyarország is lezárta a határait. Persze a lezárást nem úgy kell elképzelni, mint egy reteszelést, mert attól még be lehetett lépni Magyarországra, csak nem mindenkinek. És ugyan néhányan azt gondolják, hogy evidencia, hogy egy magyar állampolgár hazamehet a saját hazájába, de azért ne felejtsük el, hogy a vírusjárvány kitörését követően néhány ország, így például Szerbia, meg Ukrajna is, még a saját állampolgárait sem engedte be a saját országukba, azt kérte tőlük, hogyha addig nem jöttek haza, maradjanak ott, ahol vannak, mert nem tudják betartani a járványügyi eljárásokat. Ugye Magyarország nem ezt az utat járja, magyar állampolgár bármikor, most is, korábban is hazamehetett. Nehézsége azoknak támadt, akik régóta elmentek Magyarországról, de magyar állampolgárok, és nem volt állandó lakcímük. Ezeket az embereket egy úgynevezett központi karanténba kellett berakni. Ugye egy idő után úgy működött a belépés az országba, hogy bárki bemehetett, de főszabályként házi karanténbe vonult 2 hétre. Ezt egyébként az emberek többsége tudomásul is vette. Ugye ez a szabály aztán nem vonatkozott persze az ingázókra. Ne felejtsük el azt sem, hogy legalább még most is 30, akár 40 ezer ember dolgozik úgy Ausztriában, hogy ha nem is naponta, de van, aki hetente, sőt, aki betegápolóként dolgozik, az 2-3 hetente ingázik. Most az ingázókra ezek a szabályok természetesen nem vonatkoznak. Köszönöm szépen a tájékoztatást! Önnek milyen feladatai, kötelezettségei vannak a COVID-19 alatt? Ugye olyan volt ez az időszak, ami még most is tart, mint egy ilyen rendkívüli állapot. Be kellett vezetni teljesen új munkarendet, az enyém is teljesen átalakult, le kellett mondanom minden találkozót, minden rendezvényt, és mivel mi nem csak dolgozunk, hanem élünk is itt a nagykövetségen, aki nem járt nálunk, nem tudhatja, hogy 30 család bent él a nagykövetség falai között, tehát nekünk arra is oda kellett figyelni, hogy mivel vannak itt idősebbek és gyerekek is, nehogy bekerüljön a vírus, tehát az együttélés szabályait is szigorítanunk kellett, nem csak a munkavégzést. Egy idő után a konzulátusunknak is be kellett szüntetnie a munkát, csak nagyon rendkívüli esetekben nyithattunk ki, alkalmazkodva egyébként Ausztriának a szabályaihoz, mert itt sem volt a hivatalokban ügyfélfogadás. Úgyhogy az életünk az nagyon megváltozott. Az enyém az olyan mértékben, hogy én gyakorlatilag
reggel 7-től este 10-ig vagyok úgymond szolgálatban. Reggel 7-kor már jóvá kell hagynom anyagokat, amelyeket hazaküldünk, és este 10-kor is még sor kerülhet erre. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én 7-től 10-ig itt ülök az asztalomnál, de valójában nem kapcsolhatok ki, mert állandóan el kell tudni, hogy érjenek telefonon, vagy e-mailen, vagy pedig itt akár bent a nagykövetségen, úgyhogy hát óriási változások voltak a mi életünkben is, de hát mindenkiében, azt nem kell magyaráznom senkinek sem. Hogyan birkózott meg ezekkel a kihívásokkal a nagykövet úr és a családja? Én mindig azt mondtam, hogy örülök neki, hogy nem vesztettem el a munkámat. Persze sokszor elkeseredtem, hogy úristen, mikor lesz már ennek vége, meg mindegyik nap monoton, nem találkozhatok emberekkel. Az én családom ráadásul hazament, mert két kisgyerekünk van, és mivel az iskola nem működött, a feleségemmel úgy döntöttünk még az elején, mivel ő ingázó volt, és nem tudtuk, hogy minden héten haza tud-e menni a cégébe Budapestre, hogy jobb, hogyha ők otthon vannak, otthonról is lehet az iskolával kapcsolatot teremteni. Én azt látom rajtuk, hogy egyébként jó döntöttünk, mert mi egy kertes házban élünk vidéken, és ott egyrészt a fertőzés veszélye is jóval kisebb, meg jóval nagyobb a szabadsága a gyerekeknek, mintha itt lennénk Bécsben, ebben az egyébként nagyon gyönyörű, de nagyvárosban, ahol a játszóterek is bezártak, egy ideig a parkokba se lehetett elmenni. Szeretem a családomat, hiányoztak, és nehéz volt persze ezt elviselni, de örültem neki, hogy van feladat, hogy van munka, és azt vettem észre a közösségünkön, hogy furcsa, amit mondok, de ez a válság összekovácsolt bennünket, mert ugye segíteni kellett egy csomó emberen, és azáltal, hogy segítettünk, ez egy jó érzés volt, tartottuk egymásban a lelket, mert azért ilyenkor az embernek szüksége van támogatásra. Összességében tehát azt tudom mondani, hogy bírjuk a gyűrődést, nem könnyű, de megvan a munkánk, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb normalizálódik a helyzet. Mi most egy Skype interjút készítünk. Tudom, hogy sűrű a menetrendje. Elárulná nekünk, hogy hogy néz ki egy napja? El tudom természetesen mondani. Nekem van egy olyan szokásom, hogy én minden reggel elmegyek egy órát biciklizni. Ez engem lelkileg és fizikailag is karban tart, ez jól esik, és terepszemlét is tartok közben, hogy mi a helyzet Bécsben, mennyien utaznak a villamosokon, a metrókon, hány ember van a Donaukanálnál, egyáltalán milyen az élet. Nekem ezzel indul a napom, mielőtt jóvá hagytam 7 órakor 2 táblázatot, amit az aznapi legfrissebb adatokról hazaküldünk. Ugye Magyarország nagyon figyeli, hogy Ausztriában mi történik, egyfajta jó értelembe vett laborként működik Ausztria. Amit itt kipróbáltak és beválik, azt megpróbáljuk átvenni, és figyeljük, hogy milyen hatásai vannak. Jóvá hagyom, utána elindulok a biciklitúrámra, majd visszajövök, és most például csináltam egy Skype interjút, előtte erre felkészültem, utána fogok szintén Skype-on interjút adni az egyik napilapnak, aztán elmegyek az iskolájába a gyereknek, mert föl kell venni a tananyagot, amit majd haza fogok vinni magammal. Szerencsére holnap haza tudok menni 4 napra Magyarországra, majd visszajövök, akkor megnézem az e-maileket, felhívom azokat telefonon, akik kerestek, aztán 4 órakor tartunk egy videokonferenciát repatriálásról a kollégákkal. Ez a repatriálás annyit jelent, hogy még mindig vannak magyarok, akik külföldről, repülővel, távoli országokból próbálnak hazajönni, és ezeknek, akik Bécsen keresztül jönnek, a haza utazását próbáljuk segíteni, hogy tud vonattal hazamenni, van, akit elviszünk Sopronba, hogy ott a rokonaik fölvegyék, és van olyan eset is, hogy Magyarországról rendelünk egy transferbuszt, hogyha több utas jön valamilyen kereskedelmi járattal. Tehát nagyjából így néz ki az én napom. Nem járok találkozókra, ahogy mondtam, mert még a kijárási korlátozások nem szűntek meg, és nem is fogadok vendéget azért, hogy nehogy a vírus behozzuk ide a követségre. Ez így elmesélve is egy nagyon sűrű nap, így rá is térek az utolsó kérdésemre, hogy engedjem tovább dolgozni. Ausztriában 150 ezer magyar dolgozik. Egy részük itt maradt, egyesek hazatértek Magyarországra. Mit javasol a nagykövet úr azoknak, akik az új kihívásokat nehezen viselik? Van olyan tanácsa, gondolata, amit szívesen megosztana a nézőkkel? Én nagyon bízom benne, hogy minél több magyar vissza tud térni, és megkapja, visszakapja a munkáját. Ugye azok mentek alapvetően haza, akik a turizmusban dolgoztak, a vendéglátásban, és nem Kurzarbeit alkalmazott velük szemben a munkáltató, hanem sajnos elküldte őket. De mivel Ausztriában a turizmusnak is, a vendéglátásnak is nagyon fontos szerepe van,
és a kormány ezt a szektort újra akarja indítani, én bízom benne, hogy vissza tudnak térni. Ugye az ingázókkal nincs gond, azok most is naponta jöhetnek, akik pedig Tirolban, Salzburg környékén, Alsó-Ausztriába, Karintiába, itt Bécs környékén van állásuk, és visszahívják őket a munkahelyükre, azok jöjjenek vissza, én remélem minél többen lesznek. Azoknak, akik most vágnának bele egy külföldi kalandba, munkavállalásba, bár tudom, hogy magasabbak a bérek Ausztriában, azt tanácsolnám, hogy ezt nem most tegyék. 600 ezer munkanélküli ember lett, 1 millió 100 ezer ember van Kurzarbeitban, tehát ez egy 1946 óta legsúlyosabb helyzet Ausztriában, nem ilyenkor kell szerencsét próbálni. Úgyhogy azok inkább maradjanak otthon, boldoguljanak otthon Magyarországon. Aki meg tud, az minél hamarabb jöjjön vissza, hogyha visszatért a normális élet Ausztriában is. Köszönöm szépen a válaszait, az idejét és a lehetőséget az interjúra. Remélem minél hamarabb visszatér a normális élet a nagykövetség palotájába is. Sok erőt és kitartást kívánok a mindennapi munkájukhoz. Jó egészséget, nagykövet úr! Köszönöm szépen, Attila, és egyetlen gondolatot engedjen meg a végére. A másfél éves itt tartózkodásom során próbáltam arra figyelni, hogy minél több fiatal tudjon rendezvényekre bejönni a követségre, hogy megnyissuk nekik ezt a gyönyörű épületet. Ha hallgatják ezt a műsort, illetve látják ezt a műsort, fiatalok, visszatér a normális élet, újra rendezvényeink lesznek. Azt kérem tőlük, vagy azt tanácsolnám nekik, hogy jöjjenek be hozzánk, látogassanak ide, egy igazi palotában lakunk, és igyekszünk olyan műsorokat a nagykövetségen szervezni, amely nem csak az idősebb, hanem a fiatalabb generációt is megszólítja. Nem csak a Facebook oldalon próbálunk aktívak lenni, hanem ilyen módon is. Úgyhogy nekik azt kívánom, hogy minél hamarabb találkozhassanak velem. Legyen így, ez egy remek zárszó volt, további szép napot kívánok, nagykövet úr! Viszontlátásra, szép napot önnek is! Köszönöm szépen! Jól esett, hogy a nagykövet úr megtisztelt az idejével. Ha van köztetek olyan, akinek segített a nagykövetség, írja meg a sztoriát a komment szekcióba. Szívesen elolvasnám. Ha nem akarsz lemaradni a következő videókról, mert folyamatosan érkeznek, iratkozz fel a csatornára. Nézz körbe a videók között, már rengeteg interjút találhattok. Ha érdekesnek találtátok az anyagot, osszátok meg az ismerőseitekkel, vigyázzatok magatokra, másokra, és maradjatok egészségesek. Sziasztok!